Én azt gondolom erről a törvénytervezetről, hogy ez nagyon leegyszerűsítve, ez nem jelent más, mint a táppénzszabályok további szigorítását és a gyógyszergyártók megsarcolását, ráadásul olyan módon, hogy ez a pénz ez nem marad az egészségügyben, hiszen egy közel 100 milliárd forintos kivonás történik. Azt is hiányolom, hogy nem történtek meg a megfelelő szakmai egyeztetések előzetesen az egészségügy szakmai szervezeteivel, nincsenek megfelelő háttérszámításokhoz, háttérszámítások a törvénytervezethez, a saláta törvényhez, és ilyen módon nagyon nehezen állítható az, hogy a törvényjavaslat bármilyen módon is hozzájárulhat az egészségügy strukturális gondjainak az enyhítéséhez, hanem inkább további terheket ró a betegekre, a gyógyszergyártókra, ami persze szintén visszakerül a betegekre, és a táppénzszabályok szigorításával szintén a betegek járnak majd rosszul. Köszönöm szépen! Puskás Tivadar, KDNP reagálása következik. Köszönöm szépen a szót. Mindenkinek persze igaza van. Én úgy gondolom, hogy a kormánynak mégis az a dolga, hogy kormányozzon, az ellenzéknek meg az a dolga, hogy tanácsokat adjon, amit aztán vagy elfogadnak, vagy nem. Én szeretnék Gyenes Géza, Szilágyi László, Bábiné, illetve Pál Béla hozzászólásához csatlakozni, miszerint üdvözölték ebben a törvénytervezetben, és ez nagyon fontos dolog, hogy szemléletváltás történjen. A szemléletváltás, én úgy gondolom, azért lényeges, hiszen a médiában, az oktatásban jelenjen meg az egészség, az egészségre való biztatás. Azt hiszem, hogy egy olyan program, amely például a szombathelyi ciklusprogramban, illetve ciklusokon átívelő programunkban van, miszerint legyen a segítésvárosa, tanítsuk meg a lakosság 30-40%-át újraéleszteni, nem csak azt a manuális mozdulatsort tanulják meg, hanem egyáltalán a segítés eszméjét, meg a segítés igényét, meg annak a nagyszerű érzését. És én úgy gondolom, hogy ezzel kéne tovább menni. Így tudjuk átalakítani a nagyobb közösségeinket, a településeinket, akár az egész országot. Szóval próbáljuk meg a tömegkommunikációban, az oktatásban ezt a fajta hozzáállást mindenkivel elfogadtatni, és a népegészségügy fejlesztésének úgy gondolom itt, ezen a területen van rettentő nagy jelentősége. Köszönöm. 2 perces felszólalása következik, Nemény András, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én Puskás Tivadar urat egy korrekt jó vitapartnernek tartom, ez itt csak a hangnem kedvés, mondom, és jó egészségügyi szakértőnek, és azt gondolom, hogy akkor tiszteljük meg, ha elmondjuk a véleményünket ellenzékként, ahogy ez el is hangzott. Visszatérve a szakmai részre, a passzív táppénzzel kapcsolatban azt hangzott el, hogy ez most jó így, ahogy van, hogy megszüntetésre kerül. Még azt gondoljuk, hogy ez semmiképpen nem jó, ez nem más, mint egy újabb megszorítás, hiszen mi a lényeg ennek a passzív táppénznek, hogy szolidárisak vagyunk azzal, aki beteg, aki elesett, aki munkanélküli, aki nehéz helyzetbe kerül, és éppen akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül, akkor veszünk el tőle egy korábban meglévő lehetőséget, és ezzel rontunk az élethelyzetén. Azt mondja az indokolás, hogy a szolidaritási elem nem érinti a biztosítottak alapvető jogait. Mi meg azt gondoljuk, hogy a szolidaritás az egészségbiztosítási törvény egyik legfontosabb értéke lenne, hogyha önök nem így gondolkoznának. És egy baloldali frakció számára ez természetes módon nem elfogadható, ez elfogadhatatlan. Mindahogy elfogadhatatlan az is, hogy beteg és beteg közt különböztetne ez az új törvény. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy a soronkívüliség esetén a várólisták megvariálása és megváltoztatása, hogy az ellátásra jogosult fiatalok, nyugdíjasok és munkanélküliek rosszabb helyzetbe fognak kerülni ezáltal. Nem különböztethetünk úgy, hogy valaki táppénzre jogosult, vagy táppénzre nem jogosult. Ez egy diszkrimináció, ami ellen
módosító javaslat formájában is föl fogunk lépni. Köszönöm szépen. Megadom a szót 2 perces időkeretben Pálfi Istvánnak, a KDNP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, és nem csak azért jelentkeztem szólásra, hogy ne tudja Puskás Tivadar képviselőtársamat azzal vádolni, hogy egyedül vesz részt a vitában a koalíciós szövetség részéről, hanem azért is, mert amikor az ember ide belép és bekapcsolódik a vitába, egyszer csak ugye azt hallja, hogy itt az elmúlt 8 évről vitatkozunk. Én azt javaslom, hogy közelítsük másként, és azt kínálom, hogy nem feltételezve, hogy szocialista képviselő társai mást akartak volna, mint a népegészségügy javítását és az egészségügyi szakmai kérdések megoldását. Hadd mondjam, hogy mi nem akadályoztuk, vagy ugye korábban a Fidesz-KDNP nem akadályozta a szakmai munkát, nem a reformokat gátolta, nem az átalakítást, hanem a privatizációt akadályozta meg, a forráskivonást akadályozta meg, azt a forráskivonást, amit nagyon helyesen akadályozott meg, ami lényegében a lopás, a pazarlás volt nagyon sok intézményben. Azok az egyedi egészségügyi megrendelések leadása, hogy így mondjam, ami sokkal többe került, mint amennyiben indokolt lett volna. És ha pedig forráskivonást említünk, akkor ugye ez a pénz, ez nem az egészségügyben van most sem. Ez a gyógyszerkasszák, gyógyszercégek zsebében van, illetve azoknak a zsebébe kerül, hogyha a táppénzről beszélünk, akik indokolatlanul használják ki azt, hogy táppénzen vannak, és a hatalmas számú Magyarországon a táppénzen töltött napok mennyisége. Tehát ez az a kivonás, nem az egészségügyi rendszerből vonja ki a javaslat és az elképzelés ezeket az összegeket, forrásokat, hanem azoktól veszi el, akiknél indokolatlanul van ott. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm. Úgy látszik, fél mondata sem kellett volna a technikai levezetési szerepkörömből kitérni, mert elismerésemet fejeztem ki Puskás képviselőnek a vitában való aktív szakmai részvételért. És most megadom a szót Ipkovics Györgynek, az MSZP képviselőjének 2 percben. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, mindenek előtt hadd védjen meg az egészségügyi dolgozókat. Nagy valószínűséggel nem ők lopták el az egészségügy mobil berendezéseinek nagy részét, úgyhogy szerintem ez nem igazán találó volt képviselőtársam részéről. Ha pedig a fenntartókra tetszik gondolni az elmúlt 8 évben, akkor 18 megyében a Fidesz tartotta fenn a megyei kórházakat, így a nagy részben ők voltak intézkedési jog. Az oktatás jött elő már az államtitkári bevezetőben is, és Puskás képviselőtársam is nagy szerepet tulajdonít az oktatásra, egészségnevelésre és a szakképzésre. Hát megint a szavak és a tettek diszharmóniáját látom. A vezetése alatt álló város most szüntette meg az egyedüli egészségügyi szakképző intézetet, így óriási lyukat ütve pontosan abban a koncepcióban, ami mellett képviselőtársam kardoskodik. Erre azért úgy felhívnám a figyelmét. 2 perces felszólásra következik Horváth Zsolt, a Fidesz képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, a demokráciának nagyon jó tesz a nyilvánosság, viszont a szakmai vitának úgy tűnik, hogy nem. A Fidesz képviselői itt várnak sorban arra, hogy kifejtessék álláspontjukat normál felszólalásra, normál időkeretben, ezért nem csatlakozunk ehhez a sárdobáláshoz, uraim. Várják ki türelemmel az álláspontunkat, kritizálják azt. Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, rendes felszólalással következik Tukacs István, az MSZP képviselője. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Horváth képviselőtársam, én másképpen látom ezt a helyzetet. Nem csak azért, mert 2 perces hozzászólásokkal élni minden parlamenti képviselőnek joga ebben a vitában, a vezérszónoki hozzászólások után, hanem azért is másképpen látom ezt a helyzetet, mert a 2 perces hozzászólások rávilágítottak ennek az előterjesztésnek a valóságos értelmére. És én nem vagyok eléggé hálás képviselőtársaimnak, kormányoldalon és ellenzékben, hogy megtették ezt a szívességet, és rávilágítottak arra, hogy itt egy olyan előterjesztésről van szó, amelynek semmi más célja nincs, mint hogy pénzt vegyen ki ebből a rendszerből. Szeretném leszögezni, hogy az előterjesztés nem az egészségügy szakmai koncepciója,
a vita nem az egészségügy szakmai koncepciójáról szól. Ha ez lenne, akkor nagy valószínűséggel megérne egy parlamenti vitanapot. Ez a vita arról szól, hogy hogyan lehet 100 milliárdnál több forintot az egészségügyből elvenni. Ez a döntés, mely szerint ezt el kell venni, nem az államtitkárságon született, ez nem az államtitkárság szakmai koncepciója, pusztán a szakmai kereteket teremtik meg ezzel az előterjesztéssel ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ez az előterjesztés egy megszorító csomag része, a kormány oldal ezt Cél-Kálmán tervnek hívja, mi Orbán csomagnak nevezzük, és azt gondoljuk, hogy ez a megszorító csomag elkerülhető lett volna. Ez nem valamiféle szörnyű adottság, hogy meg kell lennie, nem megkerülhetetlen. Igenis azt állítjuk, hogy ennek a megszorító csomagnak, és különösen az egészségügyre vonatkozó részének nem kellett volna bekövetkeznie. Tisztelt képviselőtársaim, ha ez ennek a vitának a kerete, márpedig én azt gondolom, hogy ez, akkor nagy valószínűséggel arról kell vitatkozni, hogy szükséges-e, feltétlenül fontos-e, és ez-e a legjobb módszer arra, hogy egy megszorító csomag részét képező 100 milliárd a költségvetésben bennmaradjon. A mi válaszunk erre egyértelműen nem. De ez gondolom nem csodálatos, azért nem, mert úgy gondoljuk, hogy a rossz gazdaságpolitikával és a rossz költségvetési politikával ez a kormány azt alapozta meg, hogy kénytelen legyen megszorító csomagot behozni a ház elé. A rossz gazdaságpolitika és a rossz költségvetési politika eredménye az, hogy kénytelenek egy nagyjából jövő évben 500, aztán majd később 900 milliárdos megszorító csomagot letenni a ház asztalára. És azt gondoljuk, hogy rossz adópolitika, gazdagokat preferáló adók, különféle költségvetési manőverek helyett tisztességes költségvetés és gazdaságpolitikával az elkerülhető lett volna. Én azért figyelem mély empátiával a kormánypárti képviselőtársaim hozzászólását, mert tudom, hogy ez az előterjesztés szakmai elvrendszerük ellen való. Biztos vagyok benne, hogy nem azonosulnak azzal, hogy ebből az ágazatból 100 milliárdnál többet kell kivenni. Biztos vagyok benne, hogy szakmai alapállásuk, szakmai elvrendszerük nem az diktálja, hogy ezt a kivett pénzt az ágazatból el kell vinni. Egészen biztos vagyok abban, hogy a szolidaritás elvével ők azonosulnak, és nem gondolják, hogy egy munkanélkülit még sújtani kell egy passzív táppénz elvételével is. És gondolom, vagyis biztos vagyok benne, hogy fel tudják mérni azt is, hogy egy ágazatban bevetett különadó és kivonás milyen hatással lesz a gyógyszerárakra, milyen hatással lesz a betegekre, milyen hatással lesz az idősekre, és milyen hatásai lesznek majd foglalkoztatásban, fejlesztésben, innovációban és másban. Hagy kanyarodjak ki egy kicsit a költségvetési típusú alapállásunkra. Ha elfogadják azt, hogy ennek az előterjesztésnek semmi más oka nincs, mint hogy részét képezze egy megszorító csomagnak, és ezt törvényileg megalapozza, akkor nagy valószínűséggel vitát kellene folytatni az a következményein és indokain ennek a megszorításnak. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap mondott egy mondatot itt a parlamentben, amikor kérdésre válaszolt. Azt mondta, hogy minden 10 költségvetési bevételi forintból 7-es forint adósság szolgálatra megy. Kérem, ez nem igaz. Talán ha 100-ból igen, de 10-ből pedig nem. És ha az önök indokai ilyen módon megalapozottak szakmailag, azt hiszem, hogy ennek a megszorító csomagnak az okain szakmai vitát folytatni nem tudunk. Tudunk akkor, hogyha felmérjük az eddig ebben az évben történteket. Az előterjesztésben szereplő javaslatokkal kapcsolatban három nagy területen van alapvető gondunk. Az egyik a passzív táppénz kérdése. Sem szakmai, sem másmilyen értelemben nem vagyunk ebben a dologban megengedőek. Nem fogadjuk el azt, hogy hát ez majd megold valamilyen problémát, amit önök nagyon szégyellősen próbáltak megnevezni, önök helyett megnevezem én. Önök potenciális táppénzcsalónak tartják a munkanélkülivé vált embert, önök a csalásban közreműködőnek gondolják az orvost, és úgy gondolják, hogy ez a probléma ezzel orvosolható. Úgy, hogy elvesznek egy, nem csak a gyógyuláshoz, az élet fenntartásához szükséges pénzt, amit munkával szerzett meg, a táppénzre jogosult. Ez így nincs rendben, képviselőtársaim. Nincs rendben az sem, hogy a táppénz maximális összegét lefelezték, nincs rendben az sem,
hogy most készülnek különböző munkavállalókat sújtó rendelkezéseket behozni ide a házba. Nincs rendben tehát az sem, hogy úgy gondolják, hogy egy általam ilyen módon megnevezett problémát orvosolni akarnak azzal, hogy azt mondják, hogy akkor nincs táppénz. Nincs, és ezzel azt mondják, hogy használnak a betegnek. Nem használnak vele. Nem használnak vele, önök ezt nem is állíthatják. Úgy gondolom, hogy egy valaminek használnak, hogy a megszorító csomag részét képező költségvetési pénz összejöjjön. Összejöjjön úgy, hogy tagadják a szolidaritás elvét, összejöjjön úgy, hogy nem szolidárisak egy munkáját elvesztett emberrel, aki még tetejében beteg is. Amennyiben azonban úgy gondolják, hogy ezek az emberek potenciális táppénzcsalók, és a házi orvosa pedig közreműködő ebben a csalásban, akkor tessenek szíves lenni azokat az intézményeket működtetni, amely ezt megakadályozza. Második nagy terület. Úgy gondoljuk, hogy már van tapasztalatunk arról, hogy mit jelent egy különadó a különféle ágazatokban. Mit jelent a hírközlésben, mit jelent az energetikában, mit jelent a bankszektorban, mit jelent a kereskedelemben. Tudjuk, hogy ezeket a különadókat a fogyasztó és a vásárló megfizeti. Így vagy úgy, de megfizeti. Megfizetik önök is, mindenki, a növekvő élelmiszeripari árakban, megfizetik a távközlés áraiban elrejtett pluszköltségekben, megfizetik a bankoknak természetesen. Ezért tehát mindazok az elképzelések, mely szerint úgy lehet pluszterhet rakni egy szektorra, hogy sem a vásárlója nem fizet többet, és még az a bizonyos szektor is működik úgy, mint eddig, ez botorság. Ilyen nincs. Amikor egy bármilyen vállalkozásnak a költségei növekednek, akkor döntésekre kényszerül. A döntései a következőképpen szólhatnak. Növelem az árát annak, amit el akarok adni, nem fogok annyit fejleszteni, nem fogok annyit beruházni, vagy csökkentem a költségeimet. Elbocsájtok embereket, hiszen a bérköltség egy tetemes részét, és megpróbálok valamilyen módon összép húzódni, hogy így fogalmazzak. A viselkedés a gyógyszergyártók és forgalmazóknál ugyanez lesz. Emelni fogják az áraikat, majd megfizeti a beteg, napolni fogják a fejlesztéseket, mert nem lesz rá pénzük, ezeket a döntéseket meg fogják hozni. Tisztelettel jelezném, hogy az elmúlt időszakban Kelet-Magyarország egyik egyetemén járva azt tapasztaltam, hogy a városban működő nagy gyógyszercég, nevét hagyd ne mondjam most itt a házban, az felfüggesztette az egyetemmel való kutatásfejlesztési együttműködését. Azért függesztette fel, mert fogalma nincs arról, hogy milyen körülmények között kell majd a következő időszakban dolgoznia. Ezért tehát a házasztalán fekvő előterjesztésnek immáron ilyen következménye is vannak, tisztelt képviselőtársaim. De nem ez az igazi következmény, hanem a gyógyszerárakban megjelenő pluszköltség, amelyet a betegek meg fognak fizetni. Ezért tehát mi ezt a fajta megoldást rossznak tartjuk. Egyébként is azt gondoljuk, hogy a mintegy 300 milliárdnyi gyógyszerkasszában lévő pénz, az nem feltétlenül azért hasznosul rosszul, mert notóriusan rossz gyógyszervásárlók és gyógyszerfogyasztók vagyunk, hanem azért, mert betegek vagyunk, sajnos. A harmadik pedig, amit meg szeretnék jegyezni az előterjesztéssel kapcsolatban, az az, hogy ez az előterjesztés folytatja azt a sort, amiben a társadalmi együttműködés intézményes kereteit a kormány szétfeszíti vagy lerombolja. Én úgy gondolom, hogy azok az érvek, amelyek a Nemzeti Egészségügyi Tanács, valamint a Betegjogi Közalapítvány megszüntetéséről szólnak, némileg sántítanak. Ez, önök azt mondják, hogy idejét múlta ez az együttműködés, de nem indokolják meg, hogy mitől múlta idejét ez. És persze, hogyha az alapítványra gondolok, akkor látszik, hogy egy normális betegjogi képviselet vágányáról letérve önök mindent hivatali úton akarnak és hatósági úton akarnak megoldani. A betegek jogainak hatósági képviselete már pedig rossz. Azért, mert a hivatal sosem fog jól képviselni beteget, és a hivatal sosem fog az intézménnyel szemben az egyén a beteg oldalára állni. Állami hivatal lévén ez neki tulajdonsága. Hogyha ezzel a kijelentéssel van vitájuk, kérem, tegyék meg ezt. Ezért tehát azt gondolom, hogy az előterjesztés, amelynek hangsúlyozom célja, hogy egy megszorító csomag részét képezve törvényi keretet adjon egy költségvetésben történő 100 milliárdos megszorításhoz, úgy gondolom, hogy nem támogatható. Ha látnánk a kormány egészségügyi koncepciót, arról tudnánk vitát folytatni. Ez viszont nem koncepció, ez pénzkivonás, ezért tehát erre az előttünk fekvő javaslatra részben módosító képében a változtatás, változatlan formában maradása esetén pedig az elutasítása válaszunk. Elnök úr, köszönöm a szót!
Két perces reagálása következik. Puskás Tivadar, a KDNP képviselője. Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársam, való igaz, sok mindennel nem értünk egyet. Kényszer helyzetben vagyunk. Az a helyzet, hogy a 8 év alatt elfogyott a pénz. Most valahogy nekünk most ezt az országot működtetni kell. Elhangzott többek között az, hogy Szombathelyen mire kényszerültünk. Való igaz, kényszerültünk alakítani egy-két dolgot. Például az egészségügyi oktatásban egy olyan megoldást igyekszünk csinálni, amellyel az egészségügyi oktatás színvonala növekedni fog. A Nemzeti Egészségügyi Tanácsról volt szó. A Nemzeti Egészségügyi Tanács funkciói mindenképpen megtartandók, és a szakmai kollégiumi rendszer, a Nemzeti Betegfórum, a kamarai törvény, illetve a különböző szakmai szervezetek, kórházszövetség hasonló fogják a funkciókat átvenni. Későbbiekben majd szeretném a Nemzeti Egészségügyi Tanács állásfoglalását felolvasni, amely az előző ülésén elhangzott. Egyébként ott volt Szocska Miklós államtitkár úr is. Köszönöm. Úgy érzékelem, az egészségügyi oktatás Szombathely kérdésével kapcsolatban Ipkovics képviselőnek más a véleménye. Öné a szó, két perces reagálásban. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Mindenekelőtt képviselőtársamnak szólnék, aki az imént rendre intett, mondván, hogy nincs helye itt sárdobálásnak. Én megmondom őszintén, nem igazán érzékeltem a magam hozzászólásából, hogy mi tekinthető ebbe sárdobálásnak. Ha a véleményemet, illetve a tényeket közlöm, én szerintem ez hozzátartozik ennek a vitának a menetéhez, és én külön is megkérem elnök urat, hogyha úgy érzékeli, hogy én megengedhetetlen magatartást tanúsítok, tessék külön engem erre figyelmeztetni, de én ezt nem vettem ki, hogy ilyet mertem volna megtenni. Hát képviselőtársamnak annyit mondok, hogy a szegény megszüntetett iskola részére elég súlyos kritikát tetszett megfogalmazni, amikor azt mondja, hogy a megszüntetése az egyben a magasabb szintre emelése az egészségügyi oktatásnak. Én ezt teljesen másképp látom, és az a 8-900 diák is teljesen másképp látta, aki kiment képviselőtársam elé tüntetni, és nem tetszett fogadni ugye az ifjúsági konzultáció jegyében. Ezt ők is másképp látják, szerintünk más lett volna az útja az egészségügyi oktatás magasabb szintre emelésének, miképpen más útja van szerintem az egészségügy javításának is. Jelenlegi forráskivonás nem az ország gazdasági helyzete okozza, hanem az okozza, hogy önök ezt a pénzt másra kívánják költeni. Hivatalépítésre, erőszakszervezetek kiépítésére és más kormányzati célokra. Mi nekünk meg az a véleményünk, hogy ennek a pénznek itt a helye, és az egészségügy fejlesztésére kellene fordítani. Úgy látszik, hogy ez egy megoldhatatlan és feloldhatatlan ellentmondás közöttük. Köszönöm szépen. Szintén két perces felsorolása következik, Vágó Gábor, az LMP képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Egyrészt nagyon örülök, hogy itt van körünkben Szócska Miklós államtitkár úr, csak azt nem értem, hogy aki valójában döntött ebben a kérdésben, konkrétan Matolcsi miniszter úr miért nincs itt. Ez nem az egészségügyről szól ez a törvényjavaslat, ezt mindenki pontosan tudja, ez a pillanatnyi zsákmányszerzésről és a forráskivonásról szól. Ez a Széll Kálmán tervnek az egyik oszlopa, egy megszorító csomag, hogy hogyan szedjünk ki pénzt egy olyan rendszerből, amiben az eddigi 21 év alatt folyamatosan kiszedtek pénzt, és pont azért sok több ok miatt sem működik normálisan az egészségügyi rendszer, de az egyik fő ok az, hogy forrás hiányos. És most pedig megyünk előre az eddig megkezdett úton. Mindenféle egyéb szakmai racionalitási szempontok háttérbe kerülnek azért, mert azonnal kell a pénz a kormánynak, miközben MOL részvénycsomagokra, illetve debreceni futballstadionra futja, a közben az egészségügyre nem futja. Ezt kell látni, hogy ez nem a Semmelweis tervről szól, ez nem az egészségügy átalakításáról szól, ez egyszerűen arról szól, hogy a kormányzat minél több pénzt akar belátni a kasszába, azért, mert olyan dolgokra költötte, vagy itt, illetve költi eddig, ami nem a társadalmi igazságosság felé visz, konkrétan itt az egykulcsos adórendszerrel is lehet gondolni,
De ugyanúgy a szociális háló, szociális állam leépítésére is lehet gondolni. Miniszterelnök úr tisztán megmondta, a jóléti állam a Fidesz szerint halott. Ezért van az, hogy leépítik az egész egészségügyi szférát. Nem is tudom, hogyha ezen a neoliberális úton haladnak tovább, mikor ötlik fel a TB magánosításnak a gondolata, mikor ötlenek fel olyan gondolatok, amiket elméletileg az IMF diktál, de itt önök maguktól is megcsinálják. Azt kell mondanom, hogy önök pápábbak a pápánál, sokkal inkább neoliberálisabbak, mint eddig az elmúlt 20 évben itt bárki ebben a házban. Köszönöm a szót. Szintén két perces felszólalásra nem következik Puskás Tivadar, mert visszavonta, viszont következik Nemény András, az MSZP képviselője szintén két percben. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Azt kell mondjam, hogy Vágó Gábor úrral teljes mértékben egyet tudok érteni, és tudom, hogy frakcióm is. Szerintem itt a forrás kivonása kulcsszó, de mondhatjuk azt, hogy forrás átcsoportosítás, vagy mondhatjuk azt, hogy kifacsarás vagy sarc. A forrás átcsoportosítás talán annyiból találóbb, hogy nem csak kivonás történik, hanem hát látszik, hogy a Fidesz kormány egészen más célokat preferál, és mondhatjuk azt persze, hogy az elmúlt 8 év, meg az elmúlt 4 év, meg az elmúlt években történt a baj, ám de az az állítás egészen biztos, hogy igaz, hogy a MOL részvények mostani vásárlása 500 milliárd forintba került, míg az adó átcsoportosítás, ami ráadásul tényleg igazságtalan, és a szegényeket sújtja is egy kevés 20%-i rétegnek okoz jót, az pedig 5-600 milliárdba. Ez már több mint 1000 milliárd így együtt. Hogyha ezt a pénzt az egészségügybe hagynák, és nem kivonnának belőle, akkor egészen másról tudnánk itt beszélni, és tudom, hogy önök is szívesebben beszélnének inkább arról, hogy hova és hogyan lehetne többet tenni az egészségügybe. Sajnos ma ezt nem fogjuk tudni, nem fogunk tudni erről beszélni. Mindenhogy csak egy mondat Puskás Tivadar úrnak. Én tudom, hogy ő se jó szívvel tette az egészségügyi főiskola, vagy egészségügyi középiskola bezárását Szombathelyen, de azért az mégiscsak cinikus állítás, hogy az egészségügyi ellátás színvonala nőni fog, olyan intézkedés hozott a Szombathelyi önkormányzat, hát egy iskola bezárás, ami ezzel foglalkozik, hát hogyan nőne az egészségügyi ellátás színvonala. Biztos, hogy rosszabb beszél, és ha így igaz a mostani törvénnyel kapcsolatos összes állítások is, akkor az önmagáért beszél. Köszönöm szépen. Puskás Tivadar képviselő, most nem kell a gyors reflexére ügyelnem, tehát bennmaradt a jelentkezés, öné a szó két percben. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, Szombathely a világ fővárosa most már ez. Ezt mindenképpen látjuk, de hogy Magyarország és a parlamenti az egyértelmű. Én úgy gondolom, hogy képviselőtársaim sem az a véleményük, hogy direkt olyan intézkedéseket hoz bárki, hogy ez Magyarországnak, adott esetben Szombathely lakóinak, adott esetben a diákoknak rossz legyen. Vagy hogyha valaki ilyenre gondol, akkor én úgy gondolom, hogy nincs tisztában ezzel az egész műfajjal. Egy biztos, és én gondolom, hogy rosszul fogalmaztam akkor, és akkor javítom, mert Nemény képviselő úr ugye nem azt mondotta. Arról beszéltünk, hogy az egészségügyi képzés megmarad. Az egészségügyi képzést egybe hozzuk, ha lesz szakképzés, akkor az is egy helyen lesz, ha lesz felnőtt képzés, és lesz felnőtt felsőfokú képzés. Ennél optimálisabb képzési helyet Szombathelyen nem tudok elképzelni egészségügyi képzésre. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, természetesen minden általános kérdés helyi szinten lehet vizsgálni és megjelenik, de adott esetben tekintete az általános vitára lehetséges, hogy célszerű visszakanyarodni a fő csapáshoz. Egy két perces reagálásra következik Szilágyi László, az LMP képviselője. Köszönöm szépen a szót. Említettem a vezérszónokiban, hogy ez a különadó nem a lehető legjobb eszköz. Ez egyfajta sarc, amit nagy örömmel vetnek ki a mindenkori kormányok, de nem biztos, hogy ezzel előrébb vagyunk. Ugye azt mondta Páfi képviselő úr néhány 10 perccel ezelőtt, hogy nem az egészségügyből veszük ki ezt a pénzt, hanem a gyógyszergyártók zsebéből.
Oké, de vajon mitől esünk el, hogyha ezt megtesszük? Lehet, hogy kevesebb lesz az innovációs erőfeszítés. Ezzel veszt az ország, én azt gondolom. Lehet, hogy kevesebb lesz az oktatási programokban való részvétel, ahogy Tukacs úr mondta. Lehet, hogy, és ami a legnagyobb baj lenne szerintem, hogy a klinikai tesztekre nem fognak majd annyit költeni, mint amennyit költenek mostanában. És így aztán az új készítményeknek a befogadása is sokkal nehezebb lesz, és sokkal bonyolultabb. Úgyhogy nem ilyen egyszerű dolog ez. Lehet, hogy nem fognak költeni arra, hogy támogassák a lakossági szűrést. Én eltöltöttem a múlt héten néhány órát a szűrőkamionban, ami ott állt a Néprajzi Múzeum előtt, ahol egyébként egy kétnapos nemzetközi szintű prevenciós konferencia volt, és államtitkár úr megnyitotta ugyanezt a konferenciát, de egyébként a magyar szakmai közönség és mondjuk az egészségügyi bizottsági tagok teljes mellőzésével folyt itt egy nagy nemzetközi munka. És hát azt láttam a szűrőkamionban, hogy nincsen állami pénz ennek a támogatásában. Úgy megy ez a kamion évi 180 napot, és úgy szűr több tízezer embert egy évben a maga módszereivel, aztán persze lehet arról beszélni, hogy ezek a módszerek adekváltak-e, hogy nem tesz bele az állam semmit, hanem éppen ezek a cégek adják össze ennek a működési költségét, illetve a szükséges reagenseket és egyebeket. Hogyha külön adóval sújtjuk őket, akkor ne csodálkozzunk,